Bringa Park, rejtélyes tűzeset Rákóczi falván, felkészülés a télre, új piac csarnok Kunmadarason. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. november 24-én 18 óra 5 perckor. Úgynevezett kerékpáros pumpapálya épített egyensúlyérzéket fejlesztő ügyességi pálya épül a városban az Aktív Magyarország program keretében. Az Erzsébet-liget, Liget utca felüli részén a Bringa Park építése zajlik. A pályázatban többféle, erdei kerékpáros, pumpapálya, futókörök, konstrukciót lehetett választani. Az igényeket felmérve a pumpapálya mellett döntött a város. Ez felel meg a város igényeinek a leginkább. Ezt a parkot valóban időben elkezdtük, úgy, ahogy ez a pályázat előírja, hiszen az Aktív Magyarország pályázat keretében kerül megvalósításra ez a Bringa Park. Ugye ebben a pályázatban többféle konstrukciót lehetett volna választani, erdei kerékpáros pályát, ezt a pumpapályát, illetve a különböző futóköröket, de úgy döntöttünk, hogy talán a városi igényeknek, azoknak az eddigi megkereséseknek eleget téve ez az a pályatípus, amely a leginkább igényre tart itt Karcagon, úgyhogy belevágtunk ennek a pályának a megvalósításába. Jelenleg a földmunkákat végzik, erre kerül a végleges aszfalt, és a parkosítása is megtörténik. A későbbiekben egy országos park része lesz ez, a mellette épülő barna mezős beruházással, a rónai malommal együtt. Jelenleg abban a szakaszban tart, amikor a földmunkálatok kerülnek elvégzésre, utána kerül majd rá a végleges aszfalt, utána pedig a parkosításra, hiszen egy olyan környezetbe kerül elhelyezésre, amely a későbbiekben is egy országos méretű parknak lesz a része, ugye ott az a barna mezős beruházás, amiről többször beszéltünk már, a rónai malom, illetve a hozzá kapcsolódó parkosítás. A tél beállta előtt rákerül a pályára az aszfalt, és az időjárás függvényében kezdődhet el a parkosítás. A katasztrófa védelem ügyeletére érkezett a jelzés, amely szerint Rákóczi falván valaki napok óta nem látta egyik rokonát, ezért átment hozzá. A házban ezek után pedig egy korábbi tűznyomait vélte felfedezni. Négy szolnoki tűzoltó egy járművel vonult a helyszínre, ahol egy 30 négyzetméteres kétszintes ház földszinti hálószobájában egy holttest feküdt, illetve egy kialudt tűznyomai voltak láthatóak. Körülbelül 4 órakor jött az első a mentő, jött a katasztrófavédelem, jött a rendőrség, úgyhogy volt itt nagy fölhajtás. Ez 4 óra körül történt, ez a bejelentés akkor jutott el odáig, és akkor reagáltak rá. Azon kívül este 11 órakor még akkor tartott, még akkor 3 autó volt itt, rendőrségi autó, még akkor tartott az események a vizsgálata. Az épület konyhájában egy elpusztult kutya is volt. Ismerni ismertük, mert ugye jó szomszéd. Az, hogy a héten még nem láttuk. Múlt héten láttuk, a héten már nem láttuk. És a sarki szomszéd szólt a bátyjának, hogy majd kellett átírni, hogy nem ugott a kutya se. Nem hallja, és akkor jött a bátyja, ment, és akkor már halva találta. Ennyit tudunk, igen. Az, hogy állítólag még égett is, tűz is volt bent valamennyire, de a lakás meg nem égett le. A tűz pontos keletkezési idejét, helyét és okát a katasztrófavédelem vizsgálja. Hozzá tartozóját már napok óta nem látta, ezért bement hozzá Rákóczi falván lévő házába. A férfi a ház hálószobájában megtalálta hozzátartozóját, aki elhunyt, illetve egy korábbi tűz nyomára is bukkant. A Szolnokról hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, egy gépjárművel 4 tűzoltó derítette fel a helyszínt, elzárta az épület közműveit, illetve hőkamerás méréseket is folytatott. A tűzoltók az ingatlan konyhájában egy elpusztult kutyát is találtak. Azt, hogy pontosan mi okozta a tüzet, tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja a katasztrófavédelem. A hasonló tragédiák elkerülése érdekében érdemes otthonra egy füstérzékelőt venni, és egy porraloltó tűzoltó készüléket is készenlétben tartani, amivel az otthon keletkező tüzek biztonságosan eloldhatók.
A katasztrófavédelem és társszervei felkészülnek az év leghidegebb időszakára, amely a szélsőséges időjárásból fakadóan számos kihívást tartogat. A téli felkészülés rendszeres feladat a katasztrófavédelem és társszervei részére. Ilyenkor valamennyi érintett áttekinti, hogy milyen tervekkel, eszközökkel rendelkezik egy közlekedési szempontból kockázatosnak ítélt helyszínen történt esemény felszámolásához, és ezeket hogyan tudják a hatékony mentés érdekében összehangolni. Ebben a tevékenységben a települési önkormányzatoknak, továbbá a köteles és önkéntes polgári védelmi szervezetekbe beosztott embereknek is jelentős feladatuk van, akik helyben rendelkeznek megfelelő humán és technikai háttérrel egy ilyen feladat végrehajtásához. A katasztrófavédelem saját szempontrendszere szerint minden évben ellenőrzi a téli rendkívüli időjárással összefüggő kockázati helyszíneket, valamint a befogadó és melegedő helyeket, hajléktalan szállókat egyaránt. Utóbbiakról rendszeresen frissülő nyilvántartást vezet. Ugyanígy a közműszolgáltatókkal is szorosabb kapcsolatot tart ebben az időszakban, hogy egy szolgáltatás kiesés okozta probléma a lehető leghamarabb felszámolható legyen. A katasztrófavédelem szakemberei a napokban tartottak koordinációs értekezletet a rendőrség és a közútkezelő társaság munkatársaival az elkövetkezendő időszak feladatairól. Az egyeztetésen a tél során esetlegesen bekövetkező közlekedési fennakadások megoldása volt a téma. A közútkezelő társaság a napokban végzi gépszemléit, amelyen ellenőrzi a hóeltakarításban, síkosságmentesítésben használt berendezések, gépjárművek állapotát, az ebben használt anyagok megfelelő mennyiségének rendelkezésre állását, illetve zajlik a külterületi utak mentén a hófogó hálók telepítése. Évtizedeken keresztül a szabad ég alatt adtak, vettek a kumadarasi piacon. Átadták azt a közel 200 négyzetméteres csarnokot, amelyben már kulturált körülmények között értékesíthetik a termékeiket a helyi termelők, és ugyancsak a kor követelményeinek megfelelő körülmények várják a vásárlókat is. Ilyen elárusító asztalokat biztosítunk minden árus számára, illetve a kültéren is jó időben lehetőség nyílik majd a termékeiknek a értékesítésére. Kumadarason hetente háromszor kedden, pénteken és vasárnap tartanak piacot. A jövő héttől már ezen az új 190 négyzetméteres fedett vásárcsarnokban. Örömteli ez a mai nap, hiszen egy olyan épületet adhatunk át Kunmadaras lakosságának, melyre már évek óta nagy igény volt. Igény volt arra, hogy az ilyen szeles, esős, havas napokon is kényelmes, kulturált körülmények között tudják a termelők termékeiket árusítani, a mai kornak megfelelő körülmények között tudjanak a termékek gazdát cserélni. Arra, hogy piaccsarnok épülhessen Kunmadarasra, a vidékfejlesztési program adott lehetőséget nekünk. Erre a célra Kunmadaras 50 millió forint támogatási összeget kapott, amit önkormányzatunk saját költségvetéséből 16 millió forinttal egészített ki. Az elmúlt évben a Kelet-Gold ingatlan Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés alapján felépítésre került ez az új akadálymentesített 191 négyzetméteres piaccsarnok, melyben az eladótér mellett mellékhelyiségek és elsősegély nyújtó szoba is található. A csarnok mellett 826 négyzetméter területű külső eladótér is kialakításra kerül, mely magába foglal 8 darab parkolót is. Egy ilyen horderejű munkára, építő munkára azonban az önkormányzat egyedül nem képes. Ezért arra kérem településünk lakosságát, hogy becsüljük meg ezt az új épületet, és hosszú távon is őrizzük meg ilyen szépnek. A képviselőtestület és Kunmadaras lakosságának nevében köszönöm a beruházás megvalósításában résztvevőknek a munkáját, képviselő úrnak, elnök úrnak pedig, hogy segítették a települést e célja elérésében, és további céljaink eléréséhez is kérem segítő támogatásukat.
A júliusban megkezdett építkezéshez a helyi önkormányzat 16 millió forint önerőt biztosított. Most nem csak egy piaccsarnokot, egy elárusító helyet adtunk át, nem csak egy olyan helyet, ahol a helyi termékeket, az egészséges helyi termékeket tudják megvásárolni az itt lakók, hanem egy közösségi teret is. Hiszen évezredek óta a piac tér, a piaccsarnok nem csak egy elárusító hely, hanem egy közösségi tér is. És Kunmadaras most egy közösségi teret, egy piaccsarnokot kapott, amit én azt gondolom, hogy már hosszú évtizedek óta várt Kunmadaras lakossága. A fedett fűtött eladótér mellett kialakítottak egy 800 négyzetméteres külső eladóteret, parkolókat, szociális helységeket. Az új piac akadálymentesített, azaz mindenki számára könnyen megközelíthető. Itt tudunk az árunknak, itt tudunk a beszerzési lehetőségének egy olyan felületet biztosítani, amelyet a Magyarország kormánya által biztosított program lehetőségek, forrás lehetőségek segítségével a kunmadarasiak is méltó módon használtak föl. Örülök annak, hogy fejlődik a település, és hogy a település vezetőinek van víziója. Van arra víziója, hogy miképpen kell a helyi termékkereskedelmet, az önellátás biztonságát megalapozni, és annak is örülök, hogy a gazdaság további érénkítése szempontjából olyan fontos infrastruktúra felújítására és bizony a település csinosítására, szépítésre is vannak további tervek. Ez az elkötelezettséget jelenti, azt a felelősségi érzetet, amivel a településvezetők belevágtak 2 évvel ezelőtt a munkába, és hogy ilyen szépen befejezték a piaccsarnok építését, az is azt fémjelzi, hogy a település lakossága és a gazdaság élete irányába is megvan ez az elköteleződés. Kívánom, hogy Kunmadaras számára a Tiszató közelség is hozza meg azt a további lendületet, amit a hamarosan megújuló 34-es számú főút teljes hossza, valamint a mellette kialakításra kerülő kerékpárút és a Tisza-Szent Imre irányába épülő útpálya, és azt biztosítja, hogy a Tiszató térségéből könnyebben fogják majd elérni Kunmadarast, és a kunmadarasiak is méltóbb módon fogják tudni megközelíteni a Tiszatavat. A kunmadarasi piaccsarnok felépítését 90%-ban 50 millió forinttal támogatta a vidékfejlesztési program. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!